Na Csácsóbics öltészt a sziasztok gyerekek, üdv a csatornán, Keeper jelentkezik a következő Farming Simulator 22 túlrealisztikus gameplay videóval. Bocs, hogy tegnap nem volt Farming Simulator 22, viszont volt egy elég nagy problémám, szóval beteg voltam, de ilyen nagyon durva. Egyébként ide is az őzek bejárnak, figyeljetek, ott az ősz. Ja, képzeljétek, pénteken haza kellett jönnöm a melóból, ilyen 39 fölötti, majdnem 40 fokos lázam volt. Ma is egyébként, most bevettem kettő láz és fájdalom csillapítót, azt megpróbáljuk felvenni ezt a részt, hogyha sokat kölgök, meg ilyeneket csinálok, akkor bocsánat, mert ha fújom az orrom, de próbálom ezt így visszafogni. Egyébként új mikrofonom van, nem tudom, hogy jobb-e, mint az előző, azt majd ítéljétek meg, talán nem olyan recsegős, ugye eddig úgy használtam mikrofont, hogy nem headsetem volt, hanem így a számítógéphez volt elhelyezve egy mikrofon, ez a headsettel lehet, hogy jobb lesz, hogy nem hallatszanak bele annyira a dolgok, például, hogyha Sanyika kapar. Na, remélem hangerős jó lesz. Oda nézzetek gyerekek, itt van valami régi gép így elragva. Egy kukoricapörgető. Ezt használtuk a 19-ben. Na jó, kellene még vennünk ám dolgot, vagyis bérelnünk. Ugye fel kellene állítani a T25-öst. Aztán egy kicsit, hogy vannak problémák. Ja, kellene venni valami eszközt erre a Verdára, mert különben nagyon nem fog működni. Hát szerintem egy izai az bőven elég lenne, egy raklap villa, hát nem venni, várjátok, egy olcsót, raklap villa. Melyik a legolcsóbb ilyen eszköz? 4.30, jó. Ezt remélem, hogy ez jó lesz rá, ugye várjátok, nézzük meg, ez ilyen 3 pontos csatolós téma. Középen is van egy csatoló felülete, lehet, hogy ez nem jó arra. Mert ugye itt csak ilyen kettő csatolóval van megáldva ez. Meg lehet, hogy nem. Úgy gyerekek, tényleg ne haragudjatok, hogy kicsit elmaradt a videó. Körülbelül ilyen 24 órából 18-at aludtam. Na, én azt néztem, figyeld, hogy ennek ugye más a csatoló felülete. Itt 3 van, középen is van egy, ennek meg 2 van. Látod? 1-2 csapszeg van. Ez meg 3 darab csapszeges. De ez valószínű, hogy ez lesz a jó rá. Na, béreljük ugye, aztán hozzuk vissza. Ugye mondtam, hogy munkához nem használhatok bérelt eszközt, viszont ilyenhez az kell, hogyha menteni akarok. Gyakorlatilag kölcsönkértünk egy MTZ-t, hogy felállíthassuk a... a T25-ös gyerekek, el kell adni és venni kell egy MTZ-t, ez nagyon-nagyon-nagyon-nagyon király. Valaki kérdezte, hogy milyen modot használok ahhoz, hogy nincs rámászva a kormányra konkrétan a munkás. Ez a Real Wife Cab mod talán. Ugye ezzel így ki is tudsz nézni oldalra, meg tudod nézni, rá tudsz nézni a kerékre, vagy ahova akarsz. Na például most Sanyi kaparózik, meg mindent csinál. Nem tudom, hogy ez... mennyire hallatszik be. Na, gyerekek, akkor ugye control panellel tudom ezt irányítani, frankon. Bassz, az a durva, hogy a hidraulika karok is működik, oda nézzél. Kíváncsi vagyok, aki MTZ, és az valóban úgy van-e, hogy ezzel a belső hidraulikarral döntöd az eszközt, ezzel a középsővel meg emelsz-e. Hát ez nagyon ott van, gyerekek, nagyon ott van. Na, viszont egy sebességi fokozatot állítsunk, aztán megyünk ma, akkor. Hátra kell nézni a képernek. Egy ilyen MTZ-kel gyerekek pirosba, hallott? Komolyan mondom. Tudom, hogy már tökötök ki van az MTZ-re, de ezt nagyon élem. És azt csinálnám, hogy akkor ezekkel a gépekkel mennék idejönni. Hogy is hívják olni? Mit akart mondani a képer? Ezzel a géppel mennék, mondjuk. Melód vállalni. Na, erre most valahogy rá kell állnom. Normálisan. Egyébként majd mindjárt beszélek egy-két dologról. Ez érdekes. Ben van a manual attachment mód. És ezt mégse engedi manuálba attacholni. De miért? Gyerekek, ezt nem engedi manuálba attacholni, hanem belső nézetbe. Ez mi? Jó, most megcsinálom, de egyébként... És érdekes, hogy nem engedi. Mi van? Mi történik? Mi folyik itt gyöngyösen? Ha engedi. Érdekes, hogy ez benne a manuál attachment mód, hát most bocs gyerekek, de ez muszáj volt.
Érdekes. Mi történik, mit folyik a gyöngyösön? Hát jó. Nem tudom, hogy ez miért történt, vajon. De hát, srácok, ez van. Na, fel kellene állítani, akkor el kellene menni, ugye? Fel kéne állítanunk a traktorunkat, utána vissza kell hozni ezt a gépet. Ugye mivel reálisan próbálunk játszani, emiatt... meg máshogy igazából nem is tudjuk felállítani. Maximum vissza tudnám ugratni, hát ez meg ugye abszolút nem játszik nekem. Na, itt már ide van. Karambol volt. Előző részt, aki nem látta, mondom, hogy sikerült fölburítanom a traktoromat. Ugye mentünk összeszedni a járműveket. Írtatok egyébként, hogy hol van még jármű. Hogyha írtok járműveket, hogy hol vannak, akkor azt úgy csináljátok, srácok, hogy amit látunk. Tehát nem az, hogy amit, amerre még nem jártunk, jó? A gyerekek, ide ki kéne mennem most. Aztán mindjárt valamit okozunk, jó? Onnan oda állok, aztán azt megpróbálom felállítani. Így, né. Oké, visszakapcsolás. Remélem, mögöttem nincs senki elvileg, ugye? Mennek a hidraulika csövek, nagyon jó, nem tévé. Megpróbálunk alányulni, természetesen itt se használhatok külső nézetet. Az érdekes lesz mondjuk. Ajaj, hát ezek itt meg száguldoznak, úgyhogy vigyázzunk. Össze kellene szedni annyi pénzt, ugye az lenne a téma. Egyébként ezt tök jól írtátok, hogy azt kellene csinálnom, hogy minden egyes rész után aludnék egyet. Ezt föl kéne állítani, hát remélem, hogy működni fog. Megpróbálok itt az eleje alá nyúlni. Okosba. Mindjárt haver, mindjárt csak mentés van, bazze! Oké. Hogy? Megkövetjük egy kicsit. Jó, ilyenkor van az, amikor szokott történni, tudjátok, hogy elkezd hátrafele gurulni. Na, mehetünk is hozzá. Egyébként ez hogy érdemes vinni a homlokrakodót? Mármint hogy szokták? Dobjuk egy izébe, országút 9-be föl. Egyébként tök jó meg van csinálva, hogy az MTZ-ken a sebességi fokozatok azok úgy vannak, mint a valóság. Egyáltalában így látok jó, de így szerintem szabálytalan így vinni, ugye? Srácok. Igen, 34-e. Ja, voltak viták arról, hogy hogy jó a fordulatszám. Mondtátok, hogy nagyon-nagyon gépfüggő. Például kisebb gépeknél azért 1600-as fordulat környékén kellene nekem. Jó, hát ezt akkor vissza is adjuk el, mennyi volt, itt visszahoztam. És akkor ezt meg is csinálom, oké. Okay. Köszönöm szépen a gépet, tehát bocs haver. Sokat nem használtuk, ja, egy valószínű, hogy ez így... erősen szabálytalan és elnézést a kölgésed, de... na, várjátok is, hogy vannak ezek a bérelt eszközök? Igen, őket béreltük. Visszatérítés, oké. Okay. És visszatérítés, oké. Okay. Meg is vagyunk, még van 3490-ünk. Gyorsan le kéne futnom a T25-ösét. El kellene mennem, sőt, tudjátok mit csinálok? Visszahozom a T25-öst, aztán elmegyünk biciklivel, sporolunk is. Meg igazából a biciklivel jobban tudok mozogni. Nem tudom, hogy minek erőltettem, hogy a T25-össel vegyek. Ja, az időt meg normál fokozaton szerintem mehet. És akkor az lesz, hogy minden rész végén fogunk egyet aludni. Úgyse aludtam egyébként még farming szimulátorba. Úgyne. Jaj, de jó, végre megérkeztünk, gyerekek. Jaj, de jó. Jó kis gépem. Ezt van, szereti a képer. Na, egy nagyobb fokozat. Ó, van itt tech fordulókkal, okosba, gyerekek. Úgy. Ezt hazaviszem, mert igazából ezzel csak szenvedek. Nem egy erőgép, meg egy ilyen spotter, meg ilyen feldérítő járművek, nem az igazi. Ennyi, gyerekek, ez a max sebesség, hallod?
De miért? Why? Én még nem akar menni. Menjél ma, pörögjél ki. Úristen gyerekek. Szörnyű egyébként ez a gép. Ezt mindenképpen le akarom cserélni valamire. Ugye most ebben a részben az lesz a projekt. Valamit kéne dolgozni, de előtt össze kellene kapni 3 darab járművet. Ugye tudok, ilyen elrejtett 10 darabját, akkor azt már használjuk a térképen, ha egyszer már készítik, ugye ezt berakták a játékba. Egyébként ezt keményen ki kell húzatni különben. Konkrétan elfogy a sebesség, vagy elfogy az erő. Ha nem húzottad ki. Ha kihúzottad, utána tudsz rakni neki még egy sebességet. Nagyon durva. Nos, kacak. És akkor kihozom a biciklit. Nem is pazarlom az üzemanyagot fölöslegesen. Meg hát ez egy nagyon nyögvenyelős. Meg igazából sportoljunk egy kicsit. Még jobban fázzak meg. Hát tényleg a pizébe fázta meg, gyerekek. Na. Biciklim, mi? Jó, hát ez, figyeljetek, be is állok vele, nem? Majd mi, álljunk be. Vagy nem állok be, mert úgyis eladjuk, várjál. Álljál meg, oké. Okay. Figyeljetek, soha életemben nem volt olyan egyébként, hogy a munkahelyről haza kellett jönnem. Hát most volt, halljátok. Nagyon durva volt, ilyen... Mindjárt elmondom, hogy hogy tudták megmérni a lázam a munkáján. Én éreztem, hogy nagyon szarul vagyok. Beszélek ilyenekről, jó? Itt mondtátok, hogy itt is az egyik hordón van egy. Valaki nagyon-nagyon szemfüles volt. Észrevettem, hogy volt itt egy jármű. És egyébként képzeljétek, ha összegyűjtitek az egyik típusból az összeset, 10 van mindenből, írtátok, egyébként ezt csak tőletek tudom, akkor kap 100.000 eurót. Lehetne az a cél, ebbe a gameplay sorozatban, hogy minden egyik típusból szedjük össze az összeset. Az ugye tök jó lenne. De úgy, hogy akkor ne az, hogy nem nézek utána, érted? Hanem tényleg úgy kell. De mondtátok, hogy van, hogy a háztető van. Na itt a kombány, oda nézzük. Az öreg fószer itt annyira megzavart, hogy elengedte itt a dolgot, és az erre. 8 darab kombány még van, elvileg. Meg ugye mindenféle eszközből van. Ú, gyerekek, mert szereztünk megint 1000 eurót. Még 2 tudok, hogy hol van, ugye, amit mi találtunk meg, és tényleg úgy legyen, hogy nem nézek utána, meg ti se írjatok olyat, ahol erre még nem jártam, meg amit nem vettem észre. De esetleg úgy láttok a... így én bandukolok, és ti előbb észreveszitek, akkor az nyugodtan írjátok meg, hogy ott volt egy, az más, mert akkor így együtt veszük észre, de ne az, hogy... utána járunk, értitek? Mert többen is játszatok ezen a mapon, aztán vágjátok, hogy hol vannak. Na, ugye van egy az asztalos műhelynél, meg van egy, ahova a Bálád vittem, azt a 2 átvesszük, és akkor az MTZ-t... Gyerekek, tudjátok mi lenne jó? Most trágyáznom kellene. Hogy megvennénk az MTZ-t, és azzal mennénk izélni, azzal mennénk trágyázni. Itt óvatosba... Stop tábla! Stoj! Kellene egy olyan, hogy büntetés kelljen fizetnem, hogyha megszegek egy izét. Megszegek egy közlekedési szabályt, nem? Jó, mert biciklivel indexelnem se kell. Ez nagyon imádom a biciklizés, gyerekek. Egyébként elimádkoztam ma magam, úgyhogy előtte bevettem 2 lázcsillapítót a bolhára. És Zalaegerszegen is van bolhapiac, egész nagy, az tök imádom, gyerekek. Nem tudom, ti jártok-e bolhapiacra, ugye az, hogy ilyen nagyon mindent használt cuccok, amit tényleg az utolsó hülyeségig, húsdarálótól a robot porszibóig mindent veszel. És ott vettem ezt a felhallgatót, most halál komolyan, de ilyen epic jó, nem tudom. Dobok ki róla majd Instára képet, ha érdekel benneteket, nézzétek meg. Itt baró jól néz ki, és tök jó, nem tudom, hogy a hangja milyen lesz. Várjátok, hol láttam ezt? Itt volt benne, nem? Itt volt benne. Egy darab tartálykocsit találtunk, még van 9. Tök jó. Oké. Okay. És akkor elmegyünk még oda is, ahova kell. Tudjátok, hogy hova kell. Arra vagyok kíváncsi, hogy így az egér, most így kopogok, az egérre várja. Nagyon, most ugye elég hangosan, hogy az mennyire hallatszik be, meg ilyesmik, hogy mennyire lehet jó ez. Mi ez a bringa, hogy el lehet kóricálni, ez tök kellemes. Ferikét haveromat még mindig nem győztem meg, hogy jól néz ki a Farming Simulator 22. Mondtam neki, várd meg a nyarat, meg várd meg
Már meg az őszt, azért az azért tudja, az adja. Egyébként tuti, hogy egy csomó helyen van, majd esetleg csinálunk egy olyan ilyen részt is, ahol keresgéljük ezeket az eldugott easter egg-eket, a gyűjthető tárgyakat, viszont úgyis egy csomó helyre megyünk, ugye megismerjük a mapot, játszunk vele, de tök durva, hogy most már úgy kb. Így eltalálok a mapot, jó, még egy csomó helyen nem voltunk, de most már azért így vannak helyek, amit ismerünk, és látod, és nem használsz térképet. Ez tök jó, hogy így megtanulod, szerintem, ez tök állat. Valaki jön mögöttünk egyébként. Hát ennyivel megy a bicikli, úgyhogy addig megyünk a biciklivel, amíg tart a bor, ugye gyerekek? Na, itt volt egy, ugye? Ezt találtuk meg. Valaki nagyon-nagyon akar mögöttem jönni. Kiteszem a kezem, esküszöm gyerekek. Komolyan mondom, ki akartam rakni a kezemet. Ugye valóságban itt a gép előtt, hogy befordulok. Na, itt volt benne. Áh! A kombány, vazza, de nem csak... Várjál! Én nem ezt láttam ezelőtt. Hallod? Nem is ezt láttam, ezt most tök véletlen. Hanem ott fönt láttam egy kombányt. Figyelj, menjük el, hogy cső! Lol! Mi a fa? Mi a franc? Kaj! Bazza, ez tök véletlen volt, tehát nem ezt akartam fölvenni. Hanem ezt! Itt egy idő. Milyen? Kultivátor. Eke! Hát ez a pík! Gyerekek, szereztünk 7400-at, de mindenképpen dolgozni is fogunk ám. Tehát nem telik el olyan rész, hogy ne melóznánk, mert hát ez farming simulator, nem pedig easter egg collector, akármicsoda. Egyébként esküszöm, szerintem itt még van, de hát nem, tényleg nem azt akarom csinálni. Menjünk haza, gyerekek! Egyébként tök elmennék itt telekeknek. Ugye térképet nem tudok nézni, de igazából tudom nagyjából merre lakok. Hogyha lesz egy földes út, jobbra, akkor elmegyünk oda, jó? Aztán valamerre arra lakok, hogy fönn, tudod? Menjünk már valamerre el, nem? Körülnézni. Megindítjuk a biciklit, nem kell tekerni, de jó. Na, figyeljetek, ha jobbra van, lesz valami földes út, vagy valami, akkor majd elmegyünk. Vagy suhadjunk? Suhadjunk haza, aztán belozzunk? Itt van valami út el, várj, jelen, ez izé, ilyen kapuba járó. Á, gyerekek, nagyon beteg a képek. Itt viszont balra van egy izé, egy aszfaltos út. Há, ez a földhöz vezet csak, jó. Egyébként hangulatos ez a map. Á, itt lehetett volna menni, várjál. Félreállok. Megfordulunk, jó? Azt fölvegyek ott az a dobbocskád. Hello, jó napot! Jó napot! Na, nézzük, mi ez. Á, nagyon, bocsánat egyébként a kölgésért. Most is tök érzem, hogy na, szerintem ilyen 38 fok fölötti lázam van, de na, megköveztek, hogy meg én is igazából várom az részeket, de szerintem meg is köveznétek, hogy figyelj, itt az Y, itt dolgoztunk, hallod? Ott, itt dolgoztunk. De jó, itt tök megismered, és itt tudsz rövidíteni a faluba is, érted? Á, látod, milyen jó? Mekkora király? Megismerjük itt a környéket, és nem állandóan térképre hanyatkozunk, hanem figyelünk a részletekre, hogy merre kell menni. Ez tök jó. Menjünk el, hogy földes útnak a biciklivel. Na, valami ízét, valami bérmunkát csinálnék, de nagyon szívesen lecserélem a T25-öst. És akkor tudnám azzal csinálni a bérmunkát, érted, amire cserélünk. Bár lehet, hogy nem MTZ-t veszünk, most már nagyon-nagyon érdekel, hogy mit vegyünk. Hú, baza, itt azt átsuhantam, jó van. Tegnap se jött semmi, mi? Ott van a lakókocsi, hogy tök látszik ott ilyen nagyon távolról. Egyébként tök nagy a lott távolság így. Vagyis nem is a lott távolság, hanem a... Minek nevezik azt a látótávolság, ugye? Itt a mészet mellett lakok. Jaj, egyébként tök ilyen otthonos érzése van bár. Jó. Hát kérem, ami dolgozni is, gyerekek, itt lefelé járkálok, hogy... Elnézést! Jaj, de jó. Egyébként gondolkodok ilyen sztori elemek, hogy be fognak kerülni ebben a sorozatban. Nem pont RP jellegű, de ilyen...
megoldandó problémák fognak történni, de ilyen epikusokat találtam ki, majd azt sorba be fogom illeszteni, de egyelőre még nem. Na gyerekek, akkor biciklit leparkoljuk. Egyébként egy kaszát is vehetnék, de mert akkor azt le lehetne kaszálni, ezt a gyöpföt. Ezt le lehetne adni esetleg, de mondjuk mivel rakom fel, érted? Úgyhogy ez nem lesz olyan, nem olyan egyszerű, mint amilyennek gondolja az ember. Jó, ne tiporjuk össze a biciklit azért. És ugye ebbe a nem tudom, S fokozatba sport vagy speed, ebbe az S tudsz indulni kettőbe. Mi van ma? Na végre. Ilyen rendesen ki kell húzatnod. Ha nem húzatod ki, úgy kapcsolsz, akkor egyszerűen nem tudsz elindulni vele, olyan gyenge ez a traktor. És valószínűleg, hogy a szántóföldön is nem lenne túl jó. Ja, aztán írtátok, hogy kisebb traktorok minimum 1600 fordulat per percen üzemeltetjük, főleg a nagyobb nehezebb munkákat. Mondtatok, hogy a nagyobb traktorok, mint a Kirovec, meg ilyenek, amelyik nagy köpcent is, azok azért egy ilyen 1000 körül már le tudják adni a nyomatékot, ami akár ugye 1000-es fordulaton is lehet 2000 Nm-es nyomaték. Na gyerekek, ide állunk, azt eladjuk mindenképp, azt beszámítatjuk, jó? Vagy pedig menjünk egy bérmunkát? Az is jó lenne, meg nézhetnék egy bérmunkát is, csak most akkor hazak, hogy alagol nem marad. Jó. Újrafestés. Gyerekek, lehet újrafesteni, figyeled? Eladás. Jó, eladtuk. 15 000 van, ami tök jó. Figyeljetek, nézzük meg a bolt kínálatát, nem? Mondjuk, hogy végeznék egy bérmunkát, akkor meg, de viszont ezzel is tudnám végezni. Mit kapunk ennyi pénzért, gyerekek? Mindenképpen ugye kis traktor kell, vagy itt ezek az MTZ pakból választani valami. Ezek ilyen 10 000, meg 25 000, meg 10 000. Ó! Oda nézzetek, gyerekek! Félig ilyen izés, ilyen láncos, cuccos. És ilyen, ezek voltak, meg vannak. Oda nézzé! Az igen! Ez nagyon komoly, hallod? Nyergesnek, mint hogyha Dolly lenne, de durva. Azért az a ruszki kitaláltak érdekes dolgokat. Oda néje! Ez de egyébként nagyon jó lenne, de mindig, bár megint ez egy kis kabinos. Mindjárt nézzük másokat is. Egyébként ezekre lehet venni ilyen különböző egységeket, amivel tudsz, vagyok persze, ez burgonyaszedő. Ez, hogy mi, azt ne kérdezd. Tök jó, hogy ciril betűk vannak. Ez talán valami kasza? Nem, ez is valami szedő. De hogy mi? Azért ez a rémálom, ez szerintem borulnék. Jó, de várj, nézzük másokat. Kis traktorok. Nézzük, hogy itt van-e valami jó kis modok vannak-e benne. Ó, forsű traktorra sose mentem. Ó, vannak itt érdekes dolgok. Meg van zetorunk. Az tök jó az a zetor, gyerekek. Ez tetszik, meg szép is. Hát most nagyon nem tudom. De lehet, hogy inkább csinálunk egy bérmunkát, gyerekek. Hogy legyen még egy kis pénzünk, keressünk még egy kis pénzt. Futhatok haza, mert ugye nem nézhetem meg akárhol a... Nem nézhetem meg a netet akárhol, hanem csak ott volt sajnos. Hát ez van. Előbb-utóbb úgyis oda kell menni, mert ugye a biciklére kell menni. Mármint, hogyha biciklére megyek, biciklivel jövök vissza. Hogyha nem jönnék haza, akkor meg mindenképpen haza kéne gyalogolni. Tehát ha gyalogolni, mindenképpen haza kell egyszer. Ja, ezt a területet jól lenne feszállítani. Na nézzük meg a izét, nézzük meg a laptopot. Úgy, itt már van térerő. Azt mondja, hogy. Nem a shopnak a kínálatát. Jó. Nézzük a bérmunkákat. Na, akkor én szerintem szántás meg volt talajlazítás, szerintem jöjjön a trágyázás, nem gyerekek? Az adőrbe mit dob? Semmit? Semmit. Trágyázás. És nincs trágyázás? Várjál, clear contact. New contact.
Ennyi, ez, mi van? Nincs, nincs, trágyázás nincs. Ez a talajlazítás mutatja mégis. És figyelj, trágyázás, bekapcsolom. New contact, nincs egy se. Nincs trágyázás, trágyázás nem engedi. A vetést. Érdekes. Clear contacts. De miért, ez az, miért ezt a talajlazítást dobálja föl, figyeled? Van egy betakarít, akkor kapcsoljuk be az összes, ezt akkor megnézzük, jó? Betakarítás. Szántás van, talajlazítás van. Clear contacts, jó. Miket dob be? Bedob egy szántást. Egy szántást, egy talajlazítást. Nem, gyerekek, nem, egyszerűen ízért nem dob be. Egy szántás van csak. Hiába akármennyit is. Talajlazítás és szántás van. Ez érdekes. Se gyomlálás, ugye, se bálázás, mert hogyha kikapcsolod az összeset, ugye bálázás nincs, gyomlálás nincs, pervetezés nincs, szántás az van. Milyen szántások vannak? Szántani már szántottunk, talajlazítani is. Hú, viszont van itt ilyen nagy 4900-ért talajlazítás. Trágyázás nincs, vetés nincs, adör nincs, érdekes. Na, hát akkor mindegy, talajlazítás. Van itt egy nagy. Melyik területet? 79-eset, nézzük meg. Ú, gyerekek, ez nem lesz kicsi. Aha, itt azon a... Úristen. De mondjuk arra meg még nem jártunk. Úgyhogy hova, hogy kell eljutni oda? Hú, tesóim! El kell menni templomnál. És a templom után jobbra az első kanyarba. Mi van itt? Pékség mellett. És akkor föl. És utána balra az elsőn. És az utolsó terület, 79-es, valami extrém nagy gép, hát nem vagyok fölkészülve rá. Kicsit félek tőle, de egyefele gyerekek. Várjál, el kérem vállalni, vagy valami, nem? Jó, megpróbáljuk, jó? Hát ez valami nagy, hú, ezt gyerekek. Jó, megbízás elfogadása, tárgyak kölcsönzése. Viszont legalább lesz egy csomó pénzük, mert az elég nagy. Jó. Kappat tegyünk fel a kecskére. Egyébként ez a bicikli. Elmondom nektek, ugye úgy kezdődött a történet, hogy van a garázsban egy olyan cucc, a fészerbe, ami nekünk tök hasznos lesz. Hát öcsém, ennél hasznosabb nem is kell. Ez kalál komolyan. Hát mekkora király ez? Tök jó, mert tök látsz, nincsen klausztrofób érzésed, tök látsz mindent. Viszonylag gyorsan tudsz vele menni, ugye, hogyha megtekered, mint az istennyila. És tök jó, tök kis fürge, kellemes, tök jó, szeretem. Elnézést, és tényleg bocs, hogy nem ilyen extrém pörgős gameplay van, de... Jézus Mária! Én ezt biztos vagyok benne, hogy én ezt el tudom vezetni. Mármint nagyon, egész másáv, hogy külső nézetben itt veretjük, mint hogy belső nézetben veretjük. Azt a betyár, úristen gyerekek! Hát mi munkát csinál a keeper itt? Kíváncsi vagyok ezt, hogy fogja fölcsatolni ezeket, miért csinált az előbb úgy. Na, belső nézet. Indítsunk egy motort. Úristen, gyerekek. Úristen, what? Na nézzük a sebességeket. Ó, gyerekek, izé van, automata sebesség. Ne, auto, full automata. Gyerekek, automata. Na jó van akkor. Van ilyen, hogy ennyire izé, automata legyen már valami? Jó, hát aztán vagy baj legyen. Azt a de furcsa! Ez egy ilyen félig gumihevederes cuccos. Ugye, azt a gyerekek, ez nem kicsi. És ott a gáz, ilyen izé érdekesen van megoldott. De jó! Várjatok. Na, mert az ugrik, mint a hortiló, hallod? Drive-ba vagyok, és a sebességváltóval igaz, hogy R-be kéne rakni szerintem, amikor így
De egyszer nem tudok semmit vele csinálni, hiába nyomkodom a sebességváltót, az a durva gyerekek. És nézd meg! Ehhez meg ide kell jönni, nem tudom, hogy az előbb miért csinálta azt. Gyerekek, ez nagyon durva ez a nagy gép! És úgy ugrik, hallod, ez gyorsan végezni fogunk, nem kell váltogatni. Ez komoly, hogy ennyire ilyen full automaták ezek a gépek? Van már automata váltós, mondjuk egy izé, egy lehet, hogy egy manuál váltó kevésbé bírja a tárhelést, mint egy automata, ugye? Nagyon nagy, nagyon nagy teljesítményű, jó, most nem izére gondolok ám ilyen Turing kocsikra, de a nagy teljesítményű széria autókat is inkább izével csinálják. Automatával. Oh yeah. Jó, van, oké, gyerekek, tárcsázni fogunk. Oh, jó, van egy hangja. Na akkor a templomnál egyenesen. Miért nem megyünk gyorsabban? Ja jó, megyünk gyorsabban, úgy látom. Hát egy kicsit úgy okosan. Automata. Hát, micsoda dolog. Indexelünk. Olyan túl egy ív beleforduljuk. De a tárcsa érjene. Túl egy ív beleforduljuk, az közben meg ellenkező sávba mentem. És egyszerűen semmit nem tudok nyom. Gáz tudok adni neki, ezt is találja, gyerekek. Ennyire vagyok képes. De miért nem vált? Följön. Ha már egyszer autó volt. Várjatok? És megpróbáltam tempóval, mondom a gázpedálnak hátra baj volt. Úúúú gyerekek! A hülye keeper! A hülye keeper! A hülye keeper! Szegény gép! Jó, szegény gép! Milyen vagy bazza, nem volt a súly, gyerekek! Nem volt a súly, tudja, azért nem ment. Nem, azért nem ment. Ez ennyire megtereli ez a tárcsa? Mi a szar? Ez föl van húzva, meg minden. Esküszöm, nem megy többet. De why? És tempomaton megyek, hogy 49-et ráállított tempomaton, így se megy többet. Hát tudod? És D-be van, ugye drive-ba. Fokozatba. A gyerekek valahol van jobbra be kell fordulnom. Nem földes út lesz, hanem rendes. Hát nem tudom, P16-ra vegyünk. Miért be van húzva a kézifékünkbe, hogy miért passzol arról? Roppant érdekes. De komolyan úgy viselkedik a gép, mint hogyha szenvedne. Bocs, közben iszok egyet, mert most készítettem ide, te nem döglődök. És tényleg elnézést, hogy ez van, hogy kölgök, meg döglődök, meg minden. Nem megy gyerekek, nem megy a verte. Na itt a pékség, ezután kell fordulnom, ha? Ez mi? Azt nézem, le van-e amortizálod, mert nincs le amortizálod az a gép. Mi azt se lehet mondani. Ezt mondja meg valaki, hogy miért megy az ilyen lassan. Ennyire tényleg túl lenne terhelve. De nem hiszem. Lefele meg megindul. Látod? Hát bazza, ez nem bírja a gyerekek. Hát remélem, hogy el fogom tudni itt idejni kavarni. Itt meg balra kell mennem majd a legelsőnél. Na aztán nem tudom, hogy itt-e vagy másfele. Viszont ez a 18-os sebesség, ez elég érdekes. 14. Hát ne varítsál meg. Egyébként nincs benne ilyen rea mód, hogy azt csesz neki velünk. Nem értem ezt.
Nehogy 11-je húzzuk föl itt, hallod? Nehogy ma. Ez mi ez? Akkor ez nem fogom tudni elhúzni ezt a tárcsát. Ez rosszul van konfigurálva. Gyerekek! Ha nem tudok váltani, nem ír semmilyen váltást. Már nincs semmi opció. Meg ugye... tempomatot így rányomom. 53-ra van állítva, és bekapcsolom, látod, be van kapcsol. Így is ugyanannyira húzza. Érdekes. Hát nem hiszem, hogy itt dombon fölfele van, az ekkora lenne az eszköz. Föl van emelve, nem? Föl van emelve, hogy ne lenne? Látni fönt az ikon bal oldalt. Azon gondolkodok, nem kellett volna, nem, itt kell fordulni, ugye? Itt kell fordulni. Á, gyerekek, hát mikor érünk oda? Ezeknél az automatáknál van valami leopció, amit kéne nekem használni? Nem hiszem, bazzal. Ennyire meg nem lehet gyenge az olyabbdal. Szerintem, na, nyomjuk egy indexet. Azután talán be is férünk. Új. Igen, ez a 14-jel közlekedés, ez érdekes. Tempomat, te megyünk 53-ra, állít a gyerekek. És drive fokozatba, ami azt jelenti, hogy ugye haladási. Ugye van az N, ugye az üres, az R az hátra veled. Ja. Na, lassan odaérünk. Elvileg jobbra lesz az utolsó föld, ugye? Egy ilyen fás rész utáni. Remélem, hogy jó helyen járunk. Elvileg valami jobbra az utolsó föld, hogyha jól értelmeztük. Térképet ugye nukunézés van. Úristen. Olyan szar van itt, gyerekek. Itt valami nagyon burzsú izai van cég. Na ez lesz az? Vagy még tovább? Meg kell nézni, nem igaz? Nem, a következő. Szerintem. Ó, várja. Hello, haver, nyugodjál meg, meg vagyok. Remélem, hogy ez lesz. Itt lesz az. Micsoda fák vannak, elférünk talatta, bazzal. Úristen, mekkora eszköz ez. Gyerekek. Hát. Srácok. Ez lesz az a következő? Ez lehet? Mennyire megnézzük, nem igaz? Nem, ez föl van, ez kultiválva van, gyerekek. Akkor még odébb? Még odébb. Bocs, 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 gyerekek. Megyünk. Ó, jaj. Olyan, megakadtuk, dik. Ah! Ide akadt meg a Verda. A fő... bab szélébe. Akkor nem ez a fő. És tovatok vissza. Így bazza a gyerekek. Na mit csináltok itt? És így tolassak vissza? Már nem tudok tovább menni, tudod? Ez ki van centízve. Néztük a rajzot. Vigyázzatok gyerekek, mert a tükröket leütöm, bazza. Megpróbálok megfordulni. Akkor nem... gyerekek. Ugye itt van egy láthatatlan fal, ennek ez úgy van megcsinálva az a map, hogy ilyen végtelenítve van, de már nem tudsz tovább menni. Jó, kiértünk a falu, gyerekek, az történt. Na, akkor legalább már rájöttünk, hogy ez az a föld. Talán. Ugye? Mi jó. Nézzük rá, hogy érdemes izéri. Dolgozni rajt. Ez a széli egyenes. Viszont... itt ugye ki tudnék menni tovább. Bár... lehet, hogy azt kéne, hogy körbehúzom. Aztán utána meg... csinálom a maradékot, nem? Na gyerekek, nyissuk ki az eszközt.
Ne, várjál, meg... Bocs, de meg kell nézem, mert... Tárcsa boroga kinyitása X. Valahogy megnyomtam az X-et. Esküszöm, megnyomtam az X-et. Esküszöm, gyerekek. Már is kormányon esetleg. Hogy írja. Tárcsa boronak kinyitása. Aha, jó. Nem szerette billentyűzettel. Bocsi, ezt meg kellett néznem. Jó, gyerekek. Igen, tudom, hogy nem szabad. Itt már szabad. Körbehúzzuk egyszer, aztán valami lesz, gyerekek, jó? Na, kíváncsi vagyok, mennyivel fogjuk húzni. Oké, okay, de jó, legalább rájöttünk, hogy ezen a földön kell. Egyébként nagyon furcsa nekem ez az automata dolog. Mégsem olyan széles ez a gép, az eszköz, mint amennyire számítottam. Kicsit közelebb kell venni a széléhez. Ja, nagyon furcsa ez a gép nekem, hogy automata, nem kell váltogatnom. De lehet, hogy sokan örültök neki, mert csomót letököltem bele. Na, körbehúzzunk, aztán utána akkor meg oda-vissza, jó? Egyébként tárcsázásnál érdemes betartani azt, hogy nagyon egyenesen mész végig, vagy lehet azt csinálni, amit most mondjuk csinálok. Értitek, hogy mire gondolok. Hogy szabad kanyarba dolgozni, vagy pedig nem. Farming szimulátorban ugye nem történik semmi, hogyha úgy dolgozol. De nem tudom, hogy a valóságban ez hogy van. Jó. Ez nem is tárcsa, hanem ez valami ilyen talajlazító. Szerintem ez a körbehúzás, jó, aztán utána akkor tudok arra vissza esetleg. Bár egyébként arra nagyon kíváncsi vagyok még, úgyhogy azt írjátok meg, légy szíves, hogy ez hogy van. Többen írtátok, hogy amikor szántottam, vagyis ketten írták, ez már többen, hogy csináljam azt, hogy körbehúzom szántás előtt, és utána szántok oda vissza. De ha belegondolok, ez jó úgy. Mármint, hogy csinálják magamnak egy ilyen fordulós részt. De hát akkor mindig a szántás meg te magad, ahogy megfordulsz, vissza tiprod. Vagy az annyira azért nem számít. Meg akkor a szántáson kell menned. Nem tudom, hogy ez hogy van. Hogy először kell körbeszántani, utána oda-vissza, és azon fordulsz. Vagy pedig először oda-vissza szántod, a végén meg ugye ledüllőzöd. Hogy aki vágja. Az a durva, hogy most tudatosodott bennem, ugye TikTokozok agyba főbe, és nagyon sokan ugye követtek be, és én is visszakövetem az embereket, hogy nagyon sokan az a mezőgazdaságban dolgoztak. Mármint, hogy van egy idősebb korosztály is, és írjátok meg így látom a videókat TikTokon, hogy konkrétan baze, szántatok, vettek, csináljátok dolgokat. Nagyon kemény. De azt hittem, hogy gyakorlatilag csak ilyen hobbisták, meg ilyen farming szimulátorosok nézik a videóimat, és tényleg volt olyan srác, hogy mondjuk azt hiszem Instán írt, hogy írta, hogy szántás közben szoktam nézni a farm, az 1 milliárd euró kihívásos sorozatot. Mondom, hogy anyád ember, ne szórakozzál vele. Jó, kiemeltünk, hogy tudjunk szépen visszatolatni. Nagyon furcsa nekem, hogy nem kell váltani, gyerekek. Az egyébként iszonyat fura. És az első, ez az első vontatott eszköz, amivel dolgozok, az is fura nekem most. Ugye? Nem az van, hogy érted, fölemelem aztán, akkor megyek, mint a beszes, hanem ezzel úgy kell odatolatnom, hogy jó is legyen. Az induláskor, érted? De, ugye,
Hogyha most megcsináltam előre ezt a dolgot, így tudok egy évbe fordulni vele. Kicsit átszerem jobbra, kicsit utána balra, azt jó lesz ez nekem gyerekek szerintem. Mármint a föld végén, majd meglátjátok mire gondolok. Egyébként ezt lehet, hogy le kéne húznom egyenesre. Na jó, induljunk, aztán majd valami lesz. Ezt is menet közben érdemes leengedni, hogy ne engedhetem előre. Bocsa sok kérdésért, de akkor így konkrétan én is tök megtanulom ezeket a dolgokat. És azért megyek rá ide, hogy lehúzzam egyenesre nagyjából. És akkor azt csinálok, hogy csinálunk egy jobbost, balost, és akkor egyből fordulunk vissza. És amikor igazából, amikor ugye kultiválsz, vagy lazítózol, akkor tök fölösleges felemelni a végén, amikor, hogyha egy évezel. Mert hát végig visszafordulsz. Gondolom a tárcsával nem biztos, hogy jó nagyon élesen kanyarodni, de egy ilyen kultivátorral, amelyik ugye nincsenek benne ilyen konkrét egyenes lapok, vasalkat részek, annak baromira ne várt, hogyha nyomsz egy íveset, mert miért ártana? Figyeljetek, azt kéne csinálnom, hogy itt még egyszer körbe megyek, mert nagyon kevés nekem ez a hely, úgy látom. A forduló köröm, hanem kultivátorok tök mindegy, hogy néztem. Mármint nem a tárcsával, hanem a kultivátorra. Szóval tök mindegy, hogy mész, ha belegondolok, nem? Gyerekek, most komolyan írjátok meg. Szóval nem mindegy, de az? Az a lényeg, hogy ugye legyen föl az idő a talaj. Elnézést! Jó, hát ez egy hosszú rész lesz, de ezzel keresünk egyébként, nem is tudom mennyit, 4000 valamennyi, vagy 4000 körül. Ugye levonja a GPR-re, és azért lenne egyébként jó, hogyha lenne valami nagyobb traktorunk már, mert akkor tudnék venni, nem kellene ugye bérelni az eszközöket. Hát ugye kellene olyan, hogy mondjuk lenne egy ekém, akkor az olyan munkákat azt tudnám csinálni. Jó, végig megyünk körbe, és akkor egyből rá, nem is fogok tökölni, ráfordulunk egyből. Következő sorra, és a végén már akkor tudok fordulni. De egyébként szemben, ennyi a max gyerekek, tízzel tudja ezt rángatni. Automata váltója van, ami kellemes, de valahol meg ugye elveszti azt az élményt. Jó. Írtátok, hogy kiírja egyébként, hogyha kész, szóval arra figyeljek, ezt akkor nem kell tovább dolgozni a földön. Micsoda, milyen fülkék vannak ahhoz képest, ami volt még az izébe, MTZ-be, ugye konkrétan én abban MTZ kis fülkésbe rőttem fel, hát ott gyerekek egy izé volt, mondjuk a fater az nagyon figyelt a traktorjára, annak mindig tiszta volt, ugye ő nem szántóföldön dolgozott, hanem takarmányos volt, tehát hordta a közúton a cuccokat, de ő neki nagyon tiszta volt az MTZ-je, de hát ehhez képest azért voltak ott azért ilyen határok, érted, hogy szerszámos láda az mindig a bal oldalt ott kellett, hogy legyen. Azon ültem konkrétan, dobott rá egy ilyen párrát, aztán azon ültem bekötni magad, meg ilyesmi, az nem is létezett gyerekek. Na, akkor megyünk tovább. Ezt csinálunk egy kicsit egyébként jobban kimehetnék, csak félek, hogy mondjuk lőjük be mondjuk a sárvédő széle, a sárvédő sarkával menjünk, jó gyerekek? A jobb első sárvédő sarka kövesse. Gondolom egyébként azt csináljátok ti is, hogy kinéztek magatok meg valami jó pozíciót, és akkor úgy tudjátok, hogy hogy kell menni. Egyébként minek orsulj, hogyha vontatott eszköz? Ugye ez nem függesztett, hogy ezt félig függesztett, meg nem elég. Na és akkor arra gondoltam, hogy itt nyomok egy jobbost, balost, megpróbálom visszafordulni. Erre gondolt a keeper. Mert hogy még egy kicsit tovább kell volna szednem. Aha, még egy kicsit tovább kell volna szednem, mert nem lett a tökéletes. De majd a következő tovább. Ugye még jobban ki kell szedned balra a folyókra fordulás előtt.
Jó van, gyerekek, remélem jól csináljuk mindent. Szerintem lazítózásnál nem kell időni. Én úgy gondolom, lazítózásnál nem kell. Nem kell kiemelni az eszközt, hanem végigfutsz a földön az lényén. Ez olyan, mint hogyha ilyen boronálnál, nem? Körülbelül. Na és akkor itt nyomsz egy balost. Így. És utána egy jobb most. Miért rekitek erre? Ó, hát ez már mindjárt jobban sikerült. Na valami ilyesmire gondoltam. Most egy kicsit próbálom egyenesbe húzni. Na, így már jó lesz, ugye srácok? És azért kell csinálni egy izét, egy ilyen forduló szakaszt a két végén, mert akkor ugye nem kell állandóan tolatgatnod. Na, már egy kicsit kezdi érteni a képen, remélem, hogy jó nyomon haladunk. Na, és akkor nyomunk egy jobbost. Ugyanúgy. Csak egy kicsit jobban ott ugye maradt is ilyen dolog. Úgy. És... tovább nem tudom kitolni az elejét. Most talán jó lett, mindjárt ránézzük. Nem jó most se. Ott hagyott meg ide egy csomót. Nem elég széles a izé. A vége. Hogy tudjak fordulni. Ugye itt tovább tudok menni, azt azért sikerül jóra. Nem elég széles. Hát ezeket gyerekek ki kell tanulni. Hát ezt a gameplay sorozatot így fogjuk végigtolni. Mi földünket akkor igazából ez egy ilyen tanulás. Vehetjük azt. Traktoros iskolában vagyunk. Azt csináljuk, a gyakorlati időket töltjük, srácok. Utána meg majd elkezdjük a saját vállalkozásunkat. Mindenféle műveletet, tehát mondjuk így mindenféle műveletet nem igen fogok csinálni, hogy konkrétan nem adja be a gép, hogy más csinálhassa. Kuc. Ez az, nagyon élek. Jó van, gyerekek. Megcsináljuk ezt. Okay. Hát, megpróbált. Hogy még egy kicsit ilyenkor érdemes jobbra húzni, már a föld. Hát mi van itt a földön? Ezt néztem már távlabbról, hogy itt olyan, mintha ilyen rugatás nyomok lennének. Pedig itt nem is jártunk. Ja nem, árnyék, baza. Na mi ez itt előttünk? Azt kíváncsi vagyok, hogy miért mentünk ilyen lassan, vagy mi történt. Na, itt. Már el kéne szednem. Így. Hát jobban nem merem kiengedni, már elmondom nektek. Na most szerintem jobb lett. Hát nem, gyerekek. Nem elég széles a idő, fordulási sávok. Az a baj. Az a gond. El van csezve. Többet kell róla húznom, vagy még egy picit jobban kitolni. Jó, majd lehúzzuk a végén azt. Aztán jó világ, gyerekek. Szóval jó lesz ez. Kíváncsi vagyok, a székem így belehallatszik ebbe a videóba most, meg ilyenek, majd írjátok meg. Meg én is belehallgatok természetesen, hogy az előző mikrofonom a jobb, vagy ez. Jó. Egyébként ez a kormány, ez nem volt rossz üzlet, már itt, hogy megvettem. Hát eddig még jó. Nagyon sokan írják, vagy nem olyan túl sokan, egy ilyen 3-4 ember írta, hogy nem egy jó vétel a kormány, mert mechanikával tudnak problémák lenni neki. Hát remélem, hogy kifogtam, hogy jó lesz. Mert egyébként 2 darab gyártó csinálta ezt a kormányt, a legelső szériásokat a Sajtek nevű cég gyártotta. Utána váltottak szerintem, vagy nem tudom ez hogy volt, vagy egymás mellett is, a Logitech
gyártotta, de ugyanazt konkrétan, mármint pontosan ugyanazt a kormány minden összetevőjében, csak annyi a különbség, hogy az egyiken Logitech, másikon Zetec feliratban. Nem tudom, hogy nem ez volt a minőségbeli probléma, talán a legelső szériás Zetec-ekkel. És ezért van rossz véleménnyel sokan róla, mert lehet, hogy azt a szériát vették meg, nem tudom. Vagy amikor a Logitech állt rá, akkor az van, amikor ilyen van, tudjátok, hogy gyártanak egy autót is, vagy bármit. Ezt az első pár széria a szar, ezt utána meg jobb. Már ugye ügyesebb a gyártás technológia, jobban csinálják a gyárba, rutinosabbak. Hát ez megint kevés volt a... Mindig félek eltekerni másik irányba, ezt ezzel is hiszem el szerintem. Egyébként itt egy picit lelassít, azt akkor itt gyorsabban tudod tekerni, ugye az se? Ugye itt most, mivel kormányra dolgozok, azt is bele kell kalkulálnom azt az időt, amíg áttekerem egyik irányból a másikba a kormány. Konkrétan ugye 900 fokot kell tekernem rajta, tehát nem jó baromi gyorsabb menni. Nem tud áttekerni, nincs időd rá. Konkrétan nincs időd rá, hanem tekered ide hülye. De ugye azért, hogy kicsit be kéne lassítanom, hogy ne az legyen. Mert nézzétek, a kormányok konkrétan ugyanannyit mozdítok rajta, én is itt, mint a játékban is. Most itt ugye, ha lelassítok egy kicsit, akkor ugye el tudom erre tekerni, utána meg vissza, így vissza kell szednem, mint az őrű. Aztán, hogyha lassítok, akkor talán egy kicsit gyorsabban át tudom. Hát igen, itt egyébként, itt ez szar. Mindig megmarad egy ilyen kis csücsök. Jó van, gyerekek. Neki kéne állni a saját gazdaságnak is egyébként. Az a véleményem. Lehet, hogy azért is levegeri a többi munkát, mivel még nem telt el egy nap, én azon is agyalok. Úgyhogy mindenképp a második napon fogjuk folytatni. Be fogom állítani, hogy olyan 3 nap legyen egy hónap. Akkor majd legyen már február. Ha figyeljetek most, hogy ilyet áttekeri a hülye. Ahogy vissza. Ezen az oldalon egyébként ügyesebben is sikerül áttekerni. Nagyon zavarott az a fa. Félek, hogy neki durrantok. Itt ez az oldal nekem ez jobban kéz rá. Jó, itt is vagyok el. Egyébként még egyszer leúsztam volna, akkor nem lenne ez a gond, ugye? Hát, hogy nyomjak már egy tempomatot, more. Ezt akkor nem kell, hogy tapostom a gázpedált, mint a muszáj lenne. Oké, srácok. Jó lesz ez-e? Na, milyen jó árnyékok vannak a tartályokra. Próbáljuk meg egy konkrétabb áttekerést. Jó, engedjük ki, amennyire lehet. Úgy majdnem, karcolja. Mindjárt jobb lett apám. Nem, egyébként egy pici csücsök mindig megmarad. Egy pici csücsök. De ilyen nagyobb minimál. Ja, én elmentem a Bóha piacra. Szombaton van Zalaegerszeged, vasárnap Nagykarizsán. Zalaegerszeg még mindig nem akkora, mint egy nagykarizsai. Nagykarizsai az körülbelül akkora, mint egy kisebb falu egyébként. De ez is nagyon király volt. Nagyon jó cucc van. Nagyon élvezem a Bóha piacot, nem tudom. Hogy tehetitek, hogy menjetek el mindenképpen. És ne legyen az, hogy jaj, égőben használt cuccok, meg mit tudom én. De egyébként baró jó. Imádom. Olyan kis kincseket tudsz találni. Ami arra gondolsz, hogy hát nem is kell nekem, aztán ott meg rájössz, hogy úristen, nekem ez kell. Például egyébként kettő darab felhallgatót is vettem egy ilyen fehéret, majd kiposztolom gyerekek mindenképpen, meglátjátok. Ilyen extrém igényes fehér és egy ilyen kör, sárga kör van körbe. Rajta, aki ismeri a Division játékot, annak volt egy órája. Abban volt egy órája, meg a Collectors-hoz is adtak, amiben egy ilyen sárga körvilágít rajt. Ez tök egyébként olyan, és nagyon emlékeztet arra. Nem tudom, hogy nem-e az...
az a játék így inspirálta. Vettem egy másikat is, de az meg már nekem nagyon túlzás. Ezt így rábeszélt az eladó csaj. De viszont az egy, fú, nem is tudom, az egy ilyen, direkt ilyen gamer füles. Ilyen nagyon összetett cuccokat tud, mit tudom én, tud ráállítani a módokat, meg a külön egyébként Xboxhoz, PS-hoz, meg mindenhez jó, mert csomófajta csatlakozó, meg mindenféle állítási lehetőség van. Meg kiúszható ez a beszélőkéje, ugye a mikrofon része azon is van egy ilyen LED indikátor, amikor beszélsz, akkor mutatja, meg a füles is két oldalt tök világít, meg ilyen tök dizájnos, meg ilyen dupla pántos, tudod, amelyik ilyen automata beállós, amelyik van egy a fejeden, meg van egy följebb, és akkor ilyen feszítő rúgók tartják tökéletesen. Tök jó, de akkora, hogy ilyen nagyon nehéz, és nem, nekem az nagyon furcsa. Úgyhogy azt lehet, hogy azt nem fog, azt valószínűleg nem fogom használni. De hát ilyen 500 forint érted. Úgyhogy menjél aztán, aki nem szereti a bóhát, az is menjen el. Bóla a piac. Nézd meg, hol van a környék, azt minden kaszatot érted. Múltkor egy ilyen izét vettem, itt van ez a ledes óra. Ezt is Insta képeivel lehet, hogy láttátok. Ilyen kék ledekkel világít, ilyen tök nagy betűkkel, és ezt is valami. Az úgy volt, hogy szerintem meg is értődött a fickó, mert ugye ilyen helyekkel érdemes alkutni. Aztán én meg nem alkuttam ott, de 1000 forint mondtam jó. De ilyen hőmérő, naptár, külső szenzor, minden szar van rajta. Ilyet érted, megveszem 8000-ért a boltba, és olyan tök, mint az új. Régebben egyébként csinálsz, szoktam azt csinálni. De ezt most ne félreértitek. A... Bocsánat, tényleg a kölgés. Lehet, hogy félreértitek. Nem azért, mert kenyérnek el dolog, hanem itt szoktam menni bolhán dolgokat, és azokat így meghirdettem marketplace-re. Elmondom neked, hogyha te erre ráállsz, akkor ilyen konkrétan kifogyhatatlan pénzet tudsz csinálni, hogyha van kedved vele foglalkozni. Szoktam azt csinálni, hogy mit tudom én, elmentem bolhára, bolhapiacra, és mondjuk 30.000 forint, ott rászántam, és azért vettem dolgokat. 30.000-re tök sok dolgot veszel bolhán, és azokat utána kiárultam, például, amik voltak ilyen konkrét dolgok, azok például volt egy ilyen tök szép, piros, tök karcmentes kávéfőző, amit azt hiszem 4000 forintért vettem vasárnap a bolha piacon, hétfőn vitték el azt hiszem 18-ért. Laptopot szoktam nézni, az ilyen, lehet találni ezeket a tipikus netezős elmennek laptopok, azokat ilyen 10 körül meg tud venni, aztán egy ilyen minimum egy ilyen 18-25 között elviszik, mert újra telepíted, netezni baró jó, gamer laptopnak persze nem, de ilyen mit tudom én, tudjátok ilyen 2-4 magos környéken, 4 giga ramok meg ilyenekkel azért még el tud netezni valaki. Ezt vettem, ezeket. Vettem egy izét, az fel is Instán megírod a képem. Vettem egy Csepel csillagot. Az ugyanolyan a Csepel csillag, mint a Csepel Camping. Nem tudom, hogy miért az a neve, hogy csillag. De Csepel csillag. Na azt is vettem, azt 10-ért vettem. Szabival voltunk ki, az mondta is, hogy minek veszed meg 10.000-ért, nem minek? Mert tudtam, hogy a Csepel csillag, a kempingek gyerekek, azok is iszonyat árban vannak, és ez egy ilyen gyönyörű volt. És ezt is, ezeket mind körülbelül úgy, hogy vasárnap meg szoktam menni, és hétfőn el szokták menni a marketplace-en, mert azért nem árazom nagyon túl, nem akarom tartogatni, tehát nem az a célom, hogy ott most hirdessem egy hétig, vagy egy hónapig, hanem ugye tök gyorsan menjen el. Aztán tök megveszik, és elmondom neked, hogy miért veszik meg. Például, ugye a kávéfőző, az egy parol jó kávéfőző volt. A tesótól vettem meg, az aszfaltról, oda volt neki kiragva, és láttam, tök jó, meg volt minden tartozéka, tájhabosító, meg mit tudom én, tök ilyen epik jól nézett ki, ilyen vörös metálszíne volt. És ugye ott az aszfalton
gyakorlatilag értékét veszti kapásból, ott a tesótól veszed meg az aszfaltot. De amint Marketplace-en egy igényes környezetben kifotózod, akkor már is kecsegtetőbb, mert az az ember, aki ezt megveszi, az nem megy el a bolhára, és az aszfaltot nem veszi meg a tesótól. És egy kicsit van egy átfedésszaga, mert ő azt gondolja, hogy az enyém volt, és nem a tesói. Vagy akárki, meg nem a hat kézen már, mert mind az üvegtisztulésben tudjátok a róka, amikor üzletel minden, hanem tényleg azt hiszi, hogy első tulajdon így megveszi. Természetesen ezt nem mondom meg semmit, de így jobban megveszik az emberek úgy. Ja, az izét, a csepelcsillagot azt vasárnap megvettem. Arról van egy képem, hogy hülyeskedek rajta a bolhán, így kikapom egy kerékre. Azt 10-ért vettem, meg azt 18-ért hétfőn elvitték. Az, amittem lefotóztam, fölraktam, elvitték 18-ban. A kávéfőzőt azt szintén azt hiszem valami 18 körül, 4000-ért megvettem. 18-ért hétfőn. A ilyen laptopokat, amiket ilyen 8-10-ért megveszem, azokat ilyen 20-ba el szoktam adni. És most ez tényleg nem is az, hogy most mit tudom én, mert annyira muszáj a lóvé meg, hanem ez ilyen kis szórakozás, ilyen kis food, meg még ráadásul. Én amúgy nem nagyon szeretem az ilyen dolgokat, hogy így árulni dolgokat, nem szeretem, ha jönnek hozzám azért, hogy eladok dolgokat, úgyhogy ez az egy hátulzője van. De különben maga az, hogy ilyen veszek dolgot, meg így eladom, az így vicces. Ez így érdekes. Ezt így bírtam. Nagyon régen még az óvodában, vagy nem is óvodában, iskolában volt az, hogy képzeljétek, hogy annyira nagy csendses voltam, hogy a tanárok szokták kérdezni, hogy mi van. De ezt úgy képzeljétek el, hogy egy ilyen általános ötödikes koromban, amikor ilyen még ilyen nagyon pici voltam, akkor is folyamatosan üzleteltem mindennel. Kvarc óra, mit tudom én, a könyvek, minden, ami akkor ment, Tetris, kvarcjáték, meg mindenféle cuccom volt. Hát sokszor olyat is eladtam, ami nem az enyém volt. Tesomnak a bélyeggyűjteménye, hát elugrott, meg mi várjál még. Tesomnak az építeni akart PC-t, mert régebben ugye úgy volt, hogy konkrétan építeni akart, megvette mikrocsippeket, meg minden, ilyen IC-ket, azokat elpasszolgatta, meg kötöztük mire? Köpenyükre, akkor ugye még köpeny volt, suliba kötelező volt a köpeny. Egyébként azt szerintem tök jó dolog volt, hogy a suliba kötelező volt, egyenruhát kellett hordanod. És azt meg mindjárt megmondom, hogy miért, most egy kicsit eltérek a témától. De szerintem az egyenruha a suliba, ugye a köpeny az nem volt más, mint egy egyenruha, meg ugye a tornaórán is konkrétan egyenruha volt, az azért volt ám jó, mert a gyerekeknek nem volt annyira nagy a különbség, az anyagi különbség, és emiatt nem érezték rosszul magukat annyira azok a gyerekek, akiknek nem volt. Nem olyan ruhát tudtak felvenni. Persze köpeny alatt volt más ruha, de azért köpeny kellett hordanunk a suliba, ilyen egyen köpeny. És emiatt azért az volt a markás rajtunk, meg ugye a tornaórán egyen ruha volt, ugyanazt a tornacipőt, nem ilyen edzőcipőben tornáztunk meg mindenféle szarba, hanem ugye rendes tornacipőt kell tornani, meg ugyanaz a tornagatya, meg ugyanaz a atlétát kellett a fiúknak. Ott sem volt az, hogy valaki a 30.000 forintos lágba kell nyomja, a másik az meg a leggagyibb kirai szarba. És ugye a gyerekeknek főleg főleg a lelki világa az eléggé sérülékeny mindenféle téren. És emiatt ugye sokkal inkább tudja bántani őket, hogyha valami nincs nekik. És ugye nem is annyira értik még meg, hogy miért nem lehető nekik mondjuk 30.000 forintosnál, és emiatt ez meg a szülőkön is lecsapódik. Szerintem. És ez valahol nem jó, hogy... Hát persze mindig a szülő meg akarja adni a legjobbat a gyerekének, de az úgy
hogy ilyen nagy különbségek vannak. Hogyha te az a gyerek vagy, aki megkapod a legjobb dolgokat, gondolj arra mindig, hogy lehet az a kisfiú, aki nem a legjobb ruhában van, ő neki meg milyen rossz érzés lehet esetleg, hogy ő neki meg önhibáján kívül nem tehet arról, hogy ő nem egy olyan családba született, ahol mindent megkap. Ő neki meg egy, lehet, hogy egy rossz érzés lehet, hogy ő neki nem olyan divatos, jó cuccokat tud felvenni, nem olyan mobiltelefonja van. Úgyhogy emiatt soha nem tudom, inkább próbáljatok meg segíteni az ő gyereket, meg semmiképpen szerintem az nagyon rossz dolog, hogyha ilyen miatt. Jó, én megértem, hogy a gyerekek között van ilyen klikkesedés, meg minden, de az szerintem szörnyű, hogyha az anyagi helyzet miatt, főleg a gyerekek, hogyha bántják egymást, és tényleg a osztálytársad, az, vagy akár barátod, ez lehet, hogyha nem is annyira mutatja, de lehet, hogy zavarja ezt. Na, és azért volt jó szerintem az, ha valamilyen szinten ilyen egyenruha volt a sulikba. Hogy kerültünk ide ez a témához? Most az agyalod. Ja, ezt legyen bohára szoktam járni ilyen forfun, vásárolni dolgokat, ezt utána meg eladni. Most nem csináltam egyébként. Meg ez tényleg úgy érdemes, hogy nem erőlteted, tehát hogy most oké, hogy mondjuk szabsz egy felső határt, 30 ezer, és akkor annyit költesz el, max. Az a felső határ, nem az a lényeg, hogy azt költsd el, hanem csak akkor költsd el, hogyha olyan dolgokat találsz, tehát mindenképpen vizsgáld meg a terméket, a cuccot, nézd meg, hogy ez tényleg jó üzlete. Utána jobban el tudod eladni, mert ha gyakran marad, pakolgatod, de sok értelme nincs. És azt nézem erre, hogy hol tarthatunk gyerekek. Mert nem nagyon írja, hogy én nem figyeltem lehet. Elősen figyelem majd a jobb felsőt. Egyébként ilyen 1800, 1900-es fordulaton van szerintem, akkor ezek szerint ez jó. De ugye ez alapban annyiba megy ez a gép, amit ilyen automata sebességváltóval rendelkezik, és ő azt így szereti ezt a fordulatszávot. Ezt is lehozzuk ott. Aztán utána azt csináljuk, hogy akkor a végét ezt megcsináljuk a srácok. Na, mikor írja, hogy kész van? Nagyon elhagytam a üzéket, azokat a részeket? Egyébként ilyen izé, ez a gameplay sorozat ilyen vlog jellegű lesz, úgy látom. Ja basszus, elmondtam, hogy küldtek az a munkájára, hogy nem is tudom, hogy mekkora lázabb volt ott. Hadd mondjam a gyerekek, ezt lehet, hogy nem mondtam, csak elkezdtem. Na az a lényeg, figyeljetek, itt fölemelem azért gyorsabban menjünk. Na most elvileg fölemeltük. Így elmondom, érdekes sztori. Na rohadtul szarul voltam a melóhelyem. És éreztem, hogy lázadt van. Na, bementem az irodába, mondom, figyelj Andi, mérjél nekem már egy lázat. Olyan lázmérő volt, tudjátok, ez a homlokmérős szar, de ezt tudták, hogy csal. Ezért lemérte magát az Andi, a irodás csaj, megnézi, hogy ő neki megy a láza, akkor tudunk viszonyítani az egyébhez. Na ő neki miért 34-et, ugye minimum 36 fél egy felnőtt embernek a testhőmérséklete. Gyerekek, ez miért nem akarja kiírni, hogy végeztünk, vagy a tököm tudja? Na, tehát 34 volt, és 36 fél, tehát 2,5 fokot csal. Az a gép. Így akkor így ki lehet derítve, tudjátok együtt. Nem olyan bonyolult. Ki lehet derítve, hogy 2,5 fokot csal. Na nekem miért egyet 37,8 volt? Tehát akkor számoljatok, 2,5 fokot csalt. És akkor magyarul ilyen 40-es lázam volt ott. Hát én még a büdös életben nem jöttem oda munkájáról. Meg nem szóltam, hogy mérjenek lázat, pedig egy párszor azért beteg voltam. És bazza, én
olyan szarul voltam, hogy leültem majdnem a földre. És akkor megmérik, és akkor 34, az egyéb meg 37-8. Nem mondom, a kettő is felett csal, akkor nekem ilyen 40 körül azon volt eddig. Azért az úgy nem baráti. Na nem úgy baráti. Egyébként fölemelem ám ilyenkor, azt nem tudom, hogy figyelitek-e. De szerintem itt végig kapirnyálok. Aztán már jók is leszünk. Nagyon félek, hogy a mikrofon az jól veszi fel, meg nem túl halk. Ilyenkor mindig retteg az ember. Tehát bízzuk bele, hogy jó lett a felvétel. Ha nem, akkor nagyon rácsözek. Nem, semmilyen körülmények között nem akarok újra venni videókat, mert az már nem az a feeling szerintem. Nem is tudom, mit fogok csinálni akkor, hogyha véletlenül... Véletlenül izai lesz. Még itt szar a hang. Hú, gyerekek, nagyon aggódok. Na, akkor megyünk haza. Hát azzal nem írja ezt ki, hogy végzett. Hát esküszöm, gyerekek. Hallod, megcsináltam majdnem fúra mindent tökéletesre. Ugye ezt itt le csettintjük, így, meg ott azt a csikot. Ugye ennél jobban nem csinálja meg senki, Lore. Hát mindjárt kéz van. Na, iszok egy kis izért, szikszót elállt egyébként, tehát így. Egész jó kibírta a mosti körülés, meg minden nélkül. Jó, gyerekek. Itt meg jó sűrűje arra borot. Lol. Egyébként lehet borotra ott rendelni ide, ugye? Majd azt is megnézzük természetesen. Na! Emeljük fel az eszközt. Csukjuk össze. Most már működik a billentyűzettel? És nem működik, hanem csak idejével működik. Nem mi van? Nehogy már nem működj. Ó, meg kell néznem, ne haragudjatok, ez... Nem tudom, hogy ezt miért csinálja. Nem akar működni X-el. De... Na. Becsukás a bal és kettes gomb. Hát azt nyomom, testvérem. Hallod, nem engedi becsukni. Föl van emelve. És miért nem engedi becsukni X-el, kellene elvileg becsuknia? Eskü. Hiába nyomok X-et, nem emeli, nem csinálja meg. A kormányt használva, ugye elvileg kellene... Bal ravasz és kettes gomb, és cseszik meg csinálja, gyerekek. Durva. Majd megpróbálom leakasztom, meg fölrakom, nem tudom, meg be van állva, bazár, mint üzei hidraulika. Én az ugye aranyos, nem? Ugye nem csinálja meg. És ez tényleg, most az úgy izgalmas lesz ám, hogyha nem tudom becsukni. Az úgy tényleg nagyon jó lesz. Nem engedi becsukni, gyerekek. Halljátok? Esküszöm, nem engedi becsukni. Ez valami bugos ez a dolog, abszolút nem engedi. Figyeljetek, akkor ezt szerintem itt hagyom. Lehúzom a föld szélére, hát ezzel nem fogunk tudni hazaverni így. Megmondjuk a fölinek, hogy valami baj van a idejével. A dologgal. Föl van emelve meg minden elvileg, be kéne csuknia, hogy mit? Elreszem le hozzá előtte, vagy mit? Nem hiszem, hogy bazd, úgy kell, hogy... Nézzük. Egyszerűen nem engedi. Na, akkor tudjátok, hogy itt hagyom a francba, ezt megvagyjuk a fölének, hogy elromlott a borra, bazza. Vagy miatt a kövesz. Jó, megyünk haza, ez van a gyerekek. Nem működik, tényleg nem. Ha mindjárt jobban megy, egyébként ez valami baj volt ezzel a kompozícióval szerintem. Nem tudom, miért nem engedi össze, csak meg nem is annyira húzta, mint kéne, meg figyelj, hallod, hogy lepesztünk most. Ezzel a kultivátorra valami probléma volt. Szerintem. Tudod, én tesó. Ah, vigyá, Bambi-e! Nő, mész!
Hallod, figyelj, hogy megyünk. Érdekes volt ez a barara dolog. Nem tudom, hogy ezt miért csinálta, meg miért csak izéve felemelt állapotban is miért csak 12-re húztuk. Természetesen indexelünk kell, gyerekek. Betartunk minden szabályt. Meg kisívbe fordultam jobbra, erre meg elvileg ugye nem láttunk autót, nem mászkálnak. Emiatt kisívbe jobbra, simán elfordulhattam. Nekem volt elsőbségem. Na, skacok. Jó, vegyük haza. Megpróbáljuk leadni melót. Nem tudom, miért nem csinálta ezt meg. Remélem, hogy egyáltalán végeztük, ugye tényleg nem nézhetek semmit. Mindjárt jól működik. Ez a kultivátor, ez valahogy nem működött jól. De sokan vagytok, mi van? Sorompót kaptatok? Kis bucsár vagy, mi van? Ott meg egy bicikli, ott padlod. Be van oda burulva. Áp. Ó, ez meg itt talán öttem. Na menjél ma. Nem is sose érünk ki innen. De... Jó, repesszük. Ötfelet betartani, lakott terület. Jobb index. Oké. Sebességhatár betartjuk a kocsba. Lakott terület kívül nyomjad neki. Index. Nagyon jó egyébként. Jó ez a gép. De az a tárcsa valamit megzavart ezen, halljátok. Nincs benne semmi reamód, meg ilyesmi, hogy ez nekünk valami probléma lenne. És mégis ez történt. Azért nem raktam be a reamódot, mert kipróbáltam egyébként gameplayen kívül, és tudjátok mi történt? A legelső traktor beesett, kerekei beestek a föld alá, amikor beraktam. Pedig Muthamon játékból csináltam meg minden. Na, rohadtul kíváncsi vagyok, hogyha hazaérünk, akkor ez vége is ennek a munkának. Hogy nem ecsesztünk-e valamit. A szomszéd földjét csináltam, akkor megőrülök, gyerekek. Na, indul-e. Hát, vagy Földűnek majd szólunk, hogy a... ...az megadta magát. Jó hosszú rész lett. Legalább a tegnapi elmaradásomat sikerült pótolnom, hát tényleg, bocs érte, de... Szerintem ilyen 16 órát minimum aludtam 24 órán keresztül. Nagyon szarul voltam. Most sem vagyok tökéletesen, de azért most már... Csináltunk egy videót. Remélem, hogy a meló elvégződött, halljátok gyerekek. Nem akkor megőrülök. Nem láttam, hogy kiírta volna, hogy kész. Na, bicikli... Fölkaphatunk ide. Úgy, de... Oké. Meg itt a budirá. De akkor azt néztem, hogy ezt a... Mit lehet itt taperolni? Ezt a hordót? Vagy mit? Érdekes, ezt a hordót itt írja, hogy lehet fogdosni. Na, az mégsem történik vele semmi, nem értem, hogy ebben mi a point. Na, gyerekek, akkor... Összegyűjt, sikerült akkor elvileg. Ugye? Yeah. Jó, akkor megcsináltuk. Jó, 4000 pénzünk van. Vagy annyival többünk van. 19200-ból kell venni egy traktor, gyerekek. Ha lehet, akkor olcsón veszünk, hogy tudjuk menni vele egy ekét, és akkor föl tudnám szántani ezt a területet. Ugye? Igen, valami olcsóbbat, valami 10 pár ezer, az eke mellé. Jó lenne egy MTZ, mert egyébként olyan klaustrofóbia, jó lenne valami cabrio, vagy nem tudom. De mindig MTZ-t veszünk, gyerekek. Mindig MTZ-t veszünk. Mindjárt megnézzük közepes traktorokat is. Meg a nagy traktorokat, és mi van esetleg valami választik. Vagy pedig egyébként a, mindjárt megnézzük inkább a modokat. Meg megnézzük a használt eszközöket, azt is mondtátok, hogy nézegesebb. Na gyerekek.
Eljöttünk a boltba, de mi van eladó el? Jó. Ugye vannak itt, hogy a modok. Ez mi jó? Ja, ez ilyen hivatalos. Hivatalos dolog. Belarus 82-es, 10 000. Ó, a nagy kabinos, hallod? Ez azért mondjuk nem csúf. Mit lehet? Lámpa, alapszín, teljes ár 10 000. Azért elvinkodna a keeper. Mindjárt megnézzük még a többit. Kész IH Magnum. Ez nem volt mennyi árilag egyébként 17-ben vagy 19-ben? Doc. Nézem, hogy egyébként mi az, amit így lehetne. Fiatagri. Egyébként a Fiatagrit mindig nagyon mondjátok, szeretitek. Csak hát nincs annyi pénzünk ma. Van Eke. Van a Forsheet Pack. Kirovec K700. 20 000 ér. Ez egy kicsit kevesen leve egyébként, értelem. Úgyhogy annak lehet, hogy följebb lesz író az ára, sőt. T25-ös Neres. Vannak ugye az MTZ-ek. Az újabbak. Rávos Tiger széria. Igen, ez is 20 000. Ezeket dupla áron fogjuk venni, ez röhely. Nagyon kevés. Golf, meg az Etor. Meg van egy small truck, ami nem más, mint a... Csettegő. Csak erre nem tudunk rakni. Három pontos fel... Ó, gyerekek, hát ez mindenképp akkor. Ez lesz, gyerekek, jó? Vásárlás. Jó, meg akkor egy ekét kellene is hozzá, és akkor meg tudnám szántani a saját területemet. 80 lóerős. Írja, hogy mekkora... Ha... Vehetnék egy 3-asat. Ez 50 lóerő kell neki, akkor ez el tudnék azért ketyeregni. Mennyibe kerül? 3400. Jó, gyerekek, van ekénk. Van egy csodálatos MTZ-nk. Nagy kabinos. Hát egy eléggé jó kidolgozott mar, úgy látom. Várjál már. Jó, gyerek, dönthető kormányoszlop, hallod? Ne viccelj! Na, várjál! Jó, és írja, hogy országút fokozat és terep, nézd a váltót! Terep, és országút. Ez nagyon jó. Országút egybe. Sőt, nem. Ja, fölvesszük a jövőt, zekénket, várjál már. Ó, milyen hangja van, hallod? Á, nagyon jó! Végre nagykabinos, mindig akartatok nagykabinos tamul is. Az országút egy az elég alacsony sebességi fogadat, úgy látom, még, még így mozgód is. Hátrafele csak egy fogadatunk van? Érdekes. Jó. Kiszállunk, mindjárt megnézzük. Hát ez itt az MTZ, nagyon jó. Fél vagy mindegy új traktor, ugye? Elnézést, megfulladok. Ja, szuper, jó vagy gyerekek. Mehetünk is. Egyébként egy orsúly az... Nem körülne rá, hogy ennyi az orsúly, ezek a sonkák, az sem. Remélem, hogy szeretni fogja ezt így. Na, menjünk egy kicsit. Legyen, hogy országot ködbe. Na hát, tökéletes látszak szerintem. Az érzem, hogy el lehet dolgozgatni. Meg ugye olyan munkát is tudnék vállalni, hogy szántás, ilyen kisebbet, igaz? Mert ezzel a... Országút 9, gyerekek! 34-en, ne viccelj, hallod? Egy extra igaz a sebesség. Mindjárt elővi a hengerfejet, habzik az olaj? Meggyűjtünk! Hú, de jellegzetes ez a kormány. Olak, ez az ilyen virágmintás, hogy nem is tudom. Jó, a gyerekek. Föl is áll a király kis domboskára, nem tévére. Ó, tök jó. De várjál, állj. Nézzük szét a kabinba. Tök jó, le tudsz látni az első kerekekre. Nagyon adja.
Három pontosra mindenhova. Ez tök jó, gyerekek, ez tetszik. Kilátsz videóval, de fontos, hogy szántás nem ugye az első kerekektől állátok. Várjál, egy valami gyerekek. Így akarok kiszárni, kitekert kerekekkel. Ez valahogy így néz ki jól. Wow. Ugye ezeken az MTZ-ken gyárilag nincsen szélesebb gumi, rápakolgatják a szélesebb gumikat, de elég voltak rajta. Na hát úgy látom, hogy akkor megfogtuk az istállávát, föl tudjuk szántani most már területünket, bérmunkáznunk valószínűleg kell, 5800 pénzből nem sok mindent fogunk venni. Kellene ugye ezt akarom felszántani, valahogy kijelöljük, aztán akkor itt már tudunk dolgozgatni azért. Egyébként egy kaszát vennék, akkor le tudnám kaszát, de mivel rakod? Szántani kellene a gyerekek. Azt kellene először megcsinálni. Na, köszönöm szépen a figyelmet. Mindenképpen pörgetni fogok egy napot, és akkor egy ilyen három napos lesz, hogy... Hát nem, egy kettő napos lesz egy hónap, jó srácok? És akkor az úgy szerintem tök jó lesz. És akkor... egy napos legyen egy hónap. Legyen egy napos egy hónap, és akkor minden rész egy hónap lesz, jó? Akkor gyakorlatilag február. Viszont akkor meg lehet, hogy az kevés. Na mindegy, majd megírjátok, srácok. Na, jók legyetek. Bocs, sok kölgésért, tüszegésért, meg mindenért. Jók legyetek, csak.